címe 10 év 100 képben volt. És erről a felvétel megvan, és akkor azt mondtam, hogy ha egyszer eljövök, akkor megint csinálok egy hasonlót. Tehát azt már elmondtam, hogy megköszöntem nektek, hogy itt vagytok. De meg kell köszönnöm az örökkévalónak is minden egyes pillanatomban azt, hogy azon kívül, hogy megadta az erőt, az egészséget és a kitartást ahhoz, hogy ezek a képek is megszülethessenek, ahhoz kellett az az erő is, amivel titeket is idehozott. Tehát neki is köszönöm. Köszönöm különösen Brajer Péternek, aki a Heti TV tulajdonosa, aki az elmúlt 3 év alatt, amióta Magyarországra nem csak magamat hoztam haza, hanem a képeimet is, és hazahoztam vele együtt a festészetemet is. Ő különösen támogatta a médiában, és külön nagyon-nagyon sok életképet fölvett, akármikor dolgozom, akármikor a stúdiójában voltam. Tehát neki is külön szépen köszönöm. Még mindig nem az udvariassági köröket futom, hanem szeretném megköszönni Csorba Lászlónak, a Kor Art Galéria tulajdonosának, hogy anyagilag is, erkölcsileg is évek óta támogatja azt a fajta törekvést, amire azt hiszem már ő is rájött, hogy azért ezt érdemes. Meg szeretném köszönni Dávid Norbertnek, a Dávid Galéria tulajdonosának a Falkmise utca 6-ba, aki egyrészt az alapítványunknak, erről tőle fog beszélni, az alapítványunknak az elnöke, és mindaz a nyomtatott katalógus, mindaz az internetre föltett képek, fotó, ez igazából, és a dizájn, ez egy nagyon csúnya magyar szó, de mi ez dizájn? Erről mind ő az, aki professzionálisan gondoskodott, és abszolút megelégedésemre tette szívéből, lelkéből. Ha bárkit is kifelejtette, hát akkor nekik is nagyon szépen köszönöm, és azoknak is, akik nem jöttek ma el. Még két mondatot szeretnék mondani. A múltban már nem akarok a múltam lábnyomaiban taposni, mert annak aztán abszolút semmi értelmét nem látom, viszont az, hogy mi van most, és mi az, ami lesz, arról még 3, 4 vagy 5 bővebb mondatot. Ebben az évben nagyon büszkék lehetünk azokra az emberekre, akiket már felsoroltam, mert ezeknek az embereknek köszönhető nagy rész, hogy ez év 2019. augusztus 6-án bejegyezték a Rubin Ábrahám Péter Művészeti Alapítványt, aminek elsődleges célja magamon kívül bemutatni, tehát az én gyűjteményemet gondozás alatt tartani és megóvni. Ezen kívül fáklyavívője szeretnék annak lenni, amit 30 éve nem történt meg, csak a névadó galériák részéről az ígérgetek és a csacsogások, mondta nekem ezt a rabdézőt, szerettem ezt a szót. Tehát én fáklyavívő szeretnék abban lenni, és ezt már most az alapítványom megtette, hogy olyan művészt tudjak bemutatni nektek, aki, mert vagyunk sokan olyanok, akik egyszerűen jól alkotunk, szépen alkotunk, elgondolkodható dolgokat alkotunk, a szívünkből tesszük ezt, de egyszerűen alkatilag, fizikálisan képtelenek vagyunk arra, hogy bemutatkozzunk, hogy beszéljünk róla. Mi csak el vagyunk azzal, hogy fessünk, ő Tolfalvi László, őt viszont most ide fogom kérni bármennyire is némasági fogadalmat. Tolfalvi László barátom, Lamu, nagyon egyszerű lesz megjegyezni. Az ő képeit azt fogjátok már látni, és ez is az alapítványomnak és az abban dolgozó embereknek a kimagasló teljesítménye, és ezt is köszönöm, hogy ő is itt van, hogy a munkáit másoknak is megmutathatom, és hiszek abban, hogy ez az alapítvány sok ehhez hasonló, ennél jobbat nem, mert most még nem láttam jobbat, de reméljük, hogy lesz jobb is. És nagyon röviden még a végéről, az elkövetkezendő évnek a programjáról szeretnék 3-4 mondatot, 2-1-et, nem tudom, a lényeg az, hogy 2020-ban 4 gyűjteményes kiállítást szeretnék megrendezni. Ez a 4 gyűjteményes kiállításnak 4 különböző témája lesz.
hogy mi a sorrend, ne szórjatok hamut a fejemre, ha nem úgy lesz, de lesz egy, amikor csak kifejezetten fekete-fehér grafikákat, szint fogok bemutatni. A második az, amikor csak és kizárólag a természet adta színeket és a természettel foglalkozó képeimet. A harmadik az csak azoknak lesz kiállítás, akiket addig be fogok mutatni az alapítványon keresztül. És jövő decemberben az örökkévaló megadja ugyanilyen erőben, egészségben, szeretetben, tisztességben és akaratban, akkor egy titkos rezerváción túl már ugyan, de majd azokat a festményeket, amiket én úgy neveztem el, hogy miniatűrök, ezeket a festményeket szeretném itt majd ezeken a falokon tetőtől tartjuk megmutatni nektek. És most befejeztem, megnyitjuk a kiállítást mindannyian, lehet kapni villanyt esetleg, nem tudom, ott kéne fölkapcsolni valakinek. Nem tudjuk fölkapcsolni, de fölkapcsolni. Érezzétek jól magatokat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.